több száz foglalkoztatott tett feljelentést tavaly a megyében a munkaügyi bíróságon követelve bérének kifizetését, hiszen több olyan csődközeli cég volt a térségben, ahol a munkavállaló a cég megszűnése és a pénzügyi nehézségei miatt nem kapta meg munkája utánjáró fizetését. Ezek a munkavállalók tömegesen fordultak a bírósághoz. A sajtóból többen is értesülhettek arról, ami megyénket is érintette az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet, ez bíróságunkra 200 ügy jelentette. Időközben megállapításra került, hogy a cég székhelye, mivel Jász Szolnok megyében van, ezek az ügyek áthelyezésre kerülnek, áttételre kerülnek az ottani szolnoki közigazgatási és munkaügyi bíróságra, de jelenleg ezeknek az ügyeknek egy része még itt van a mi bíróságunkon. 50-60 hasonló eljárást vizsgálnak jelenleg is számos csődközeli cég ügyében. Sok bonyodalmat okoz mind a munkavállalónak és a vállalkozásoknak is a nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépkocsi vezetők munkaidejének, bérének szabályos elszámolása. Milyen munkabérrel foglalkoztathatók a kamionsofőrök napi díj, milyen esetekben jár, hiszen a szakmában nem a napi 8 órás munkaidő az irányadó. A legtöbb vita a munkaidő keret miatt van a sofőrök és a foglalkoztatóik között. A napi heti pihenő időre vonatkozó szabályok is módosulhatnak a munkatörvénykönyvében. A tervezet már elkészült, márciusban fogadhatják el a törvény módosítást. Várandós anya munkaviszonyát nem lehet megszüntetni, a felmondás visszavonásával azonban a bírság elkerülhető lesz. Amennyiben kiderül a felmondás közlését követően, hogy a munkavállalója gyermeket vár vagy reprodukciós eljárásban vesz részt, ebben az esetben 15 nap áll rendelkezésére arra, hogy ezt a felmondást visszavonja. A tervezetben többek között szerepel az is, hogy jogellenes felmondás esetén az általány kártérítés a távolléti díj kétszerese is lehet, ami az eddigi követelhető összeg dupláját jelenti.